mit kell tudnunk rólad, mert te most jelentél meg itt a Street Fighter-sek között, tavaly még ilyen kis próbálkozás, aztán idén már az elég jó produkciókat mutat. Hát igen, hát én ezt egy 2 évvel ezelőtt kezdtem, 2002. februárjában. De ez biciklivel indult az egész dolog először, utána átértem a motorra. Hát eleinte nem nagyon akartak venni a dolgot, egy párszor összetörtem magam, de most már úgy rá, hogy alakulnak. És miért ezeket a motorokat választottad? Ez a legalkalmasabb arra, amit te csinálsz? Vagy... Aha, nyugodtan mondd el. Mondd el nyugodtan, hogy izé, hogy ahogy az előbb. Fölültem a motorra, Jaj, akkor hátsó fékkel megfogom. Jaj, hülye, ott marad. Jaj, jön a kanyar, megfordulom. Jaj, körforgalom. Így mondd, ez elég. Ez így volt? Hát nem, teljes mértékben így volt. De ne legyél zavarbát, itt nézd szőkem, vagyok 30-an. Ja. De nem így volt ez teljes mértékben. Hát ez úgy kezdődött, hogy próbálkoztam az egykerekezéssel. Hát utána tértem rá a fékezgetésre. Ugye a hátsó féket elkezdtem használni, de ez kellett azért egy jó pár hónap. Mert ugye a Street Fighter-esek egy kerék közben nyomják a féket. De miért? Nem tudok egy. Hát mert ezzel a fékkel, hátsó fékkel lehet korrigálni a mutatványt. Miért ezeket a motorokat választottad? Tehát mi a jó ebben, hogy 150-150-es MZ? 150-es MZ. Hát ez anyagi vonzata van ezeknek a dolgoknak, elég komoly. Annyira gyenge az MZ-nek a futóműve, hogy nem bírja ezt a komoly igénybevételt. NBA strapát, mert hajlik a váz, törik. Na mik azok a gyakorlatok, amik mondjuk ezzel a motor a legnehezebbek? De te tudsz mindent, tehát amit a világszínvonalon tud, azt te tudod. Hát azért nem mindent, de amik a legnehezebbek, ez a háttal első keréken gurulás, és a 8-as kéz nélkül. Te indulsz itthon vagy külföldön valamilyen versenyen, vagy csak bemutatózol? Hát inkább csak bemutatózok, hát versenyezni nem nagyon van ilyen kategória, amiben el tudnak indulni. És inkább csak bemutatózok így.